Ennek nagy szele lesz, mert mint hogyha a ködbe sétálna az ember, úgy esik valami. És egyre lejjebb jönnek a felhők. Na, na. Jön a szél. Kis morgás. Így van. Na és én most megyek ki innen a kertbe. Hát ezt muszáj lefilmezni. Ez szinte forog. De hatalmas. Atya ég. Hát ilyet se láttam még erre. Ez forog. Erőteljesen forog. Ez hihetetlen. Mi lesz itt? Ez kész. Ha még most egy tuba is lemászik nekem, hát én nem tudom, mit csinálok. Mert ott van rá esély. Ez volt egy elemcsere. Hát ezt nem tudom, hogy most ezt mire véljem. Itt szélcsend van teljes mértékben. De a szélkerekek tekernek, mintha muszáj lenne. Na jó, hagyjuk egy kicsit. A déli irányt, nézzünk nyugat fele. Kezd besimulni az ég. Nem jó jel. Menjünk vissza délnek. Fura. Hát nem tudom, ez a videó hány részletbe fog fölmenni a tubira. Megy be, az biztos, mert ez már körülbelül a 10. videó, ami 3 percen fölül van. Nocsak ég. Ajajajaj. Hát ez kész. Morog. Vagy dorombol, kinek hogy tetszik. Hát nem is tudom. Kéne nekem a kertbe mászkálni ilyenkor? Szerintem a szomszédok hülyének néznek, mert hogy nem kapálok, az biztos. De az ott nagyon szuper. Lehet, hogy kukorica helyett rizst kellett volna vetnünk? Atya világ. Na. Jézusom. Na, az ott vajon mire készül?
Nem tudom látni. Több zoomom nincs. Nyugatról jön. Délkeletről jön. Tehát nyugaton morog. Az. Nem tudom, mi akar lenni. Na nézzünk egy kicsit. Ott se kutya a helyzet. Nagyon furcsa most az idő. Olyan érdekes fénye van mindennek. Na jó, mivel már csak két elemem maradt töltve, így szerintem legközelebb már csak akkor készítek videót, ha valami izgalmasat látunk. Vagy miért beszélek mindegy többet számba? Hoppá, hoppá. Na jó, akkor még várunk egy kicsit. Jön a szél, jön a szél. Hát nagyon remélem, hogy a kis kamera működik. Na, ezt vártam. Aztán most már tényleg off. Egy időre. Oké, eső megjött. Vagy nem. 5 perc telt azóta, hogy mondtam, hogy off. Nem sokat izgatja az idő, engem annál inkább. És merül az elem. Szóval újabb felhőszakadás fog következni. Tehát ne felejtsük el, hogy 1.44-kor öntöttem ki 18 mm-t. És most meg lehet nézni, hogy mi folyik le a tető. Körülbelül 3 perc esik. Egy elemcsere volt az egész. És szakad. Hol van még a vége? Ja, kérem, ott a. Jó, mondjuk a fák miatt eléggé világos, de amúgy grafit szürke. Egyelőre csak morog, még nem villámlik. Úgyhogy több nagyobb esőzést nem veszek fel, csak hogyha már tényleg extrém lesz.